A következőkben arról szeretnék szót ejteni, hogy milyen kockázata, illetve következménye lehet annak, hogyha a gyermek éretlenül kerül iskolába, illetve milyen kockázata lehet annak, hogyha iskola érett a gyermek, és valamilyen okból mégsem megy iskolába. Mindenek előtt általánosságban szeretném elmondani, hogy az iskola érettségnek ugye három fő kritériuma van. Három fő szempont szerint szokták megítélni azt, hogy a gyermek iskola érette vagy sem. Az egyik ilyen fő szempont ugye az értelmi érettség, azaz a pszichés érettség más néven, másik részről pedig a szociális érettség és a testi érettség. Ez a három fő kritérium az, amely irányt mutat arra nézve, hogy a gyermek iskola érette vagy sem. Ne essünk tévedésbe, mindhárom terület, mindhárom szempont egyformán fontos, és egyformán döntő jelentőségű, így amikor a gyermeknek az iskola érettségét vizsgálják netán a szakértők, akkor ők mindhárom szempontot egyaránt figyelembe fogják venni. Először is arról szeretnék beszélni egy pár szót, hogy mi történik akkor, hogyha egy gyermek iskola érett, és valamilyen okból mégsem megy iskolába, azaz vissza van tartva még egy évre az óvodában. Hát ugye elképzelhetjük azt, hogy az a gyermek az már ég a tudásvágytól, az már nagyon szeretne iskolába menni, tehát szociálisan is és minden tekintetben olyan, mintha térdelő rajtban állna, és csak arra várna, hogy mehessen iskolába, és valahogy nem indítjuk el a rajtot. Mi történhet ekkor? Ugye még egy évet a gyermek óvodában marad, mondván az sok szülő azt mondta idáig, most már erre sajnos kevesebb lehetőség van, sok szülő azt mondta azzal a felkiáltással, hogy maradjon még egy évet, mert legalább kijátszhatja magát. Ez mind igaz is, de lehet, hogy annak a gyermeknek már nem arra van igénye, nem arra van szüksége. Így az óvodai élet unalmassá válik számára, és akkor mi történik? A gyermek elkezd fegyelmezetlenkedni, rendetlenkedni, hozzászokik ahhoz, és ez egy nagyon fontos szempont, hozzászokik ahhoz, hogy a feladatok, amelyeket adnak neki jelen esetben az óvodában, azok nagyon egyszerűek, ahogy ők szokták mondani, bébi könnyű, és valahogy elvárja azt, és megszokja azt, hogy ő minden feladatot, amelyet a továbbiakban kapni fog, azokat játszik könnyedséggel megoldja, és akkor bekerül később az iskolába, na és ott érhetik nagyon komoly kudarcok, hogyha ezek a feladatok előbb-utóbb kihívást jelentenek a számára, és nehézséget jelentenek a számára, és ez okozhat számára kudarcot, illetve feldolgozhatatlan belső konfliktust. Úgyhogy ez sem biztos, hogy jó irány, hogyha a gyermek iskola érett, akkor nyugodt szívvel elengedhetjük az iskolába. És most lássuk azokat a lehetőségeket, hogy mi van akkor, ha a gyermek éretlen, és mégis mennie kell iskolába. Másik véglet, mikor a gyermek iskola éretlenül kerül iskolába, éretlenül küldik az iskolába. Hát sok szülő tudna beszélni, mesélni ezzel a helyzettel kapcsolatban. Sok szülőnek okoz ez komoly fejtörést. Na, nekik szeretnék segíteni ezzel és további videóimmal is, hogy mi történik akkor, ha egy iskola éretlen gyermeket mégis iskolába küldenek. Jelen videómban a szociális éretlenséggel szeretnék foglalkozni, de további videóimban majd érinteni fogom a pszichés, illetve a testi éretlenséget is, és ezekkel kapcsolatban, amennyiben még nem iratkoztak fel a csatornámra, akkor javaslom, hogy iratkozzanak fel, mert sok hasznos információt tudnak
ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban gyűjteni ezen a csatornán keresztül. Visszatérvén a szociális bizonytalanság kérdésére. Az, hogyha egy gyermek szociálisan bizonytalan, az önmagában nem jelenti azt, hogy szociálisan életlen, szó sincsen róla, sokkal inkább arról van szó, hogyha a gyermek extrém módon, nagyon végletesen bizonytalan, mert akkor az iskolában, az iskolai helytállásban ez komoly problémát jelenthet számára. Például nem mer megnyilatkozni, ha kérdezik, akkor sem mer válaszolni. A tanító esetleg azt gondolhatja, hogy nem tudja a választ. Tehát teljesítményhelyzetben annyira szorong, hogy annyira rá van görcsölve arra, hogy jól csinálja a feladatot, és hogy annyira izgul, hogy már amiatt is hibázik. Tehát ezekben az esetekben nagyon meg kell gondolni azt, hogy a gyermeknél nem áll fenn iskolai éretlenség szociális szempontból. Hogyha arról van szó, hogyha azt látjuk például szülőként, hogy egy óvodai nyílt napon a gyermeket kérdezi a pedagógus, a gyermekeket kérdezi a pedagógus, és gyermeke nem jelentkezik, vagy ha kérdezik, nem válaszol, nem mer válaszolni, akkor pedig láthatóan tudja a választ, és a szülő tudván tudja, hogy a gyermeknek pontosan megvan a válasz a fejében, csak nem meri kimondani. Tehát, hogyha ilyen görcsökről van szó, na ezeknél az eseteknél beszélek én arról, hogy extrém módon szociálisan bizonytalan a gyermek, hiszen ez az iskolában olyan szinten problémát jelenthet, hogy a pedagógus azt fogja hinni a gyermekről, hogy nem tudja a választ, és ez elcsúszhat egy teljes félreértés és félreértékelés irányába, úgyhogy ez azért nagyon veszedelmes tud lenni. A szociálisan bizonytalan, az extrém módon szociálisan bizonytalan gyermeknél nagyon sokat segíthet, hogyha plusz egy év óvodai nevelést sikerül számára kieszközölni. Én tudom, hogy ezt elérni már nagyon-nagyon nehéz, de mégiscsak nagyon hasznos lehet, mert ezekben az esetekben, ha óvodában még egy évet le tud húzni a gyermek, akkor számíthatunk arra, hogy ő, mint a csoport, akkor már legnagyobb, legidősebb tagjaként igen hasznosan, igen ügyesen be tud épülni a csoport mindennapjaiba, a szociális kapcsolatai egyre biztosabb alapokon fognak nyugodni, és egyre több megerősítést, dicséretet fog kapni az iránt, hogy igen, nagyon ügyes volt, mert segített a kis 3 éves Pistikének, hogy megmutatni, hogy hol van a mosdó. Tehát, és nem csak ez, de az önbizalmát is önmagában ez, hogy ő segít, hogy tud, hogy mer, hogy már legnagyobbként mer megnyilatkozni, ez számára egy nagyon pozitív visszacsatolást jelenthet, tehát ez a plusz egy év óvoda nagyon hasznos lehet azoknak a gyerekeknek, akik ilyen problémával küzdenek. Az előbbiekben a szociálisan bizonytalan gyermekekről ejtettem néhány szót, de fontos azt kiemelnem, hogy a szociális érettség nem csak ilyen szempontból kérdőjelezhető meg, hanem más problémák kapcsán is, mint például a gyermeknek milyen a feladattudata, a kötelességtudata, azaz tud-e húzamosabb időn keresztül egy helyben ülni, csöndben ülni és figyelni, vagy esetleg piszkálja a társait, szórakoztatja őket, közbe kiabál, fegyelmezetlen, nehezen kezelhető. Tehát ilyen szempontokat is figyelembe kell venni, amikor a szociális érettségről beszélünk, illetve
Például, mennyire együttműködő a felnőttel, mennyire szófogadó, mennyire fogadja el az általa, a felnőtt által adott utasításokat, mennyire együttműködő nem csak a felnőttekkel, kortársaival szemben is. Tehát mindent, hogy összességében hogyan tud belesimulni az iskolai életbe, és ha úgy érezzük, hogy ez a terület, ez megkérdőjelezhető, akkor a gyermeknek a szociális érettsége is megkérdőjelezhető. És most arról szeretnék néhány szót szólni, hogy ha megkérdőjelezhető a szociális érettségnek a ténye, akkor mi szülőként hogyan és miként segíthetünk a gyerekünknek, azon túlmenően, hogy megpróbáljuk elintézni nekik, szerencsés esetben talán sikerül is, a plusz egy év óvodai nevelést. Itt azonban még nincs vége a történetnek, nekünk szülőként is hasznos dolog lehet segíteni a gyermekünknek, mert ha hiszik, ha nem, tudnak ezen segíteni, ezeken a problémákon. Például a szociálisan bizonytalan gyermeknél nagyon hasznos lehet, hogyha az önbizalmát megerősítik, nagyon sokat dicsérik, motiválják, vagy olyan közösségi gyermekrendezvényekre mennek el vele minél több ilyen rendezvényre, ahol a gyerek egy rendkívüli helyzetben is megtapasztalhatja a nagyvilágot. Minél több ilyen tapasztalatot szerez, annál jobb. Hasznos lehet még, és nem csak a szociálisan bizonytalan gyermekek számára, de az olyan problémával küzdő gyerekek számára is az iskolás szerepjáték játszása otthon, vagy barátokkal, testvérekkel, stb., akiknél olyan problémák vannak, hogy mit tudom én, a feladattartásával, a kitartásával, az elmélyült figyelmével, az önfegyelmével, stb. Tehát ilyen tekintetben vannak problémák a gyermekkel, nekik is nagyon hasznos lehet az iskolás szerepjáték játszása, és hogy általánosságban a szerepjátékok játszása az nagyon hasznos és nagyon-nagyon jó lehet a szociálisan éretlen gyerekeknél. Miért? Azért, mert a szerepjátékok során szociális viselkedés mintákat tud elsajátítani, megtapasztalni a gyermek játékon keresztül, ami nagyon hasznos lehet a számára. És azok a gyerekek, akiknek a kudarc tűrő képességével van probléma, azoknak a gyerekeknek kifejezetten hasznos lehet a társas játék játszása. És nagyon fontos ezzel kapcsolatban elmondanom, mert sokan vagyunk szülők, akik úgy gondoljuk, hogy hát akkor vagyunk jó szülők, hogyha hagyjuk nyerni a gyermeket, és akkor sok szülő meg éppen ezen a vonalon tulajdonképpen már túlzásba is esik, mert mindig hagyja nyerni a gyermeket, ergo az óvodásnak nincs lehetősége megtapasztalni a kudarcot. Tehát ne hagyjuk feltétlenül nyerni a gyermeket, csak hogyha az valóban indokolt. Ennyit tudnék javasolni, és további sok sikert kívánok a szociális érettség elérésére. Thank you.